A teret belengő mézes kalács illat a legtöbb családban hozzátartozik az adventi készülődéshez. A mézes kalács egy olyan sütemény, mely változatos alakjával és díszítésével sokféle lehet. Készítése komoly hagyományokkal rendelkezik, eredetileg az isteneknek felajánlott eledel volt, majd később az emberek közötti ajándék szerepét töltötte be. Nos, egy ilyen ajándék vár a tamási Mőlődési házba látogatókra, ahol az előtérben most már 10. éve alkot mézes kalács csodákat egy házi asszonyokból álló csoport. Az első az Betlehem volt, a következő az egy templom, aztán közben készítettünk karácsonyfákat, csupaszív, csupacsillag, meg amire vegyesen tettük fel a díszeket, ott azoknál a karácsonyfáknál mindig a foltvarók is, vagy a kötőszakör is besegített, ők is készítettek, úgyhogy, és ezt a tornyot is már egyszer megcsináltuk, ez a második, hogy most újra. Az emberek megszokták, és akkor az emberek is kérték, hogy legközelebb legyen, mert amikor bejönnek ide a műfőházba egész advent idő alatt, akkor olyan jó illat van, olyan tényleg olyan karácsonyos illat van. Van egy kis brigád, meg vannak mindig újak is köztünk, amikor ők készítették otthon, hát most így név szerint nem tudom elmondani. A mézes kalácsnak számtalan receptje létezik, így mindenki szabadon kiválaszthatta, melyikkel dolgozik, mikor otthon sütögette az általa megálmodott alakzatokhoz szükséges elemeket. Az alapanyagokat a Mőlődési ház biztosította a sütni szerető asszonyoknak. Összesen 18 kg liszt, 13 kg porcukor, 14 doboz tojás, 5 üveg méz, amit elosztottak a résztvevők között. A felsorolt alapanyagokból alkották meg a különféle formákat, melyek heteken keresztül díszítik majd az intézmény előterét. Szerintem, amit összehoztunk, az senkinek se volt elég, úgyhogy hozzátesszük, hogy alapanyag mennyi, nem számoljuk ezt. Ezt adjuk. Nincsen benne lazító anyag. És akkor mindjárt jobban lehet így építeni belőle. Jó alapanyagok kellenek hozzá, meg a megfelelő alapanyag, aztán hát így készül. Hogy házikókat, vagy ki mit szeretne, azt készítünk, azt csinálunk, úgyhogy mindenki otthon készítette saját maga, amit elképzelt. Mivel a csapat már hosszú évek óta dolgozik együtt karácsony közelettével, így a munka gördülékenyen haladt, és néhány óra elteltével összeállították azt a több emeletes csodafalut, amely házakat, templomokat, kutyaólat, fenyőket és emberformákat foglal magába. A nagyobb alkotások a torony mellett kaptak helyet, ahol természetesen egy mézes kalácsból készített adventi koszorú is fellelhető. Egyszer volt egy megbeszélés, meg ugye a Facebookon van egy csoportunk, és akkor ott ki lett írva, hogy mit, de itt tényleg mindenkire rá volt bízva, hogy amit szeretne, azt készít, amit neki jó, amihez kedve van, azt készít. A csapat szívét, lelkét és nem utolsó sorban szabad idejét is beleadta az idei adventi mézes kalácsfalu elkészítésébe. A Mőlődési ház igazgatója egy oklevéllel köszönte meg számukra, hogy munkájukkal idén is hozzájárultak az ünnepi hangulat megteremtéséhez. Ez díszíti a teret, és az itt élők teljes advent időszakában megcsodálhatják ezt az alkotást. Én azt gondolom, hogy túl azon, hogy milyen gyönyörű, és egyenként is milyen gyönyörűek ezek a művek, amiket ti csináltok, a legnagyobb erénye és a legnagyobb értéke annak van, hogy évről évre elindul ez a kezdeményezés, évről évre találkoztok, és ugyanott folytatjátok tulajdonképpen, ahol az elmúlt évben abba hagytátok.